Félúton van az RMDSZ célkitűzései megvalósításában. Kérdés, hogy most tovább megy, vagy megtorpan, és az erdélyi magyarság mindent elveszít, amit az utóbbi 17 évben elért. Jelentette ki Markó Béla Kolozsváron. A szövetségi elnök a Kincsesváros értelmiségi rétegének képviselőivel és egyházi méltóságokkal tartott találkozóján nyilatkozatot olvasott fel, amelyben elhangzott, véleménye szerint a belpolitikai viszályoktól terhelt Magyarország ma már nem tudja egyedül megoldani a határon túli magyarok helyzetét. Gyurcsány Ferencék kiábrándult távolságtartással, a kettős állampolgárságról szóló népszavazás óta folyamatosan értetlenkedve szemlélik, hogy mi van a határokon túli magyarsággal, Orbán Viktorék pedig két elvesztett választás után ugyancsak befelé figyelnek, hogy amit rólunk mondanak, annak milyen hatása van odahaza, hány szavazat lesz, vagy nem lesz belőle. Eszköz vagyunk, nem cél, ezt látom, és ezt ma világosan ki kell mondani. Markó hozzátette, ilyen körülmények között és a Romániában ismét erősödő többségi nacionalizmustól fenyegetve nem kérdés, hogy az erdélyi magyarságnak minden eddiginél jobban kell koncentrálnia az egységes fellépésre érdekei érvényesítéséhez. A közvetlen beszélgetés résztvevői kifejezték óhajukat, hogy az RMDSZ a jövőben szorosabb kapcsolatot tartson fenn a civil szervezetekkel, az egyházakkal és más kisebbségekkel. Ugyanakkor többen arra kérték Markót, hogy ne mondjon le a szövetség ellenzékében tevékenykedő magyarokkal való megegyezésről.